Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A szakértő pedig nem más, mint Török Lajos, vezető, elemző. Jó reggel, szia! Szevasz Lajos! Jó reggel, sziasztok! Széjjel tépték a Telekomot a jó kis gyors jelentés után? Ha széjjel nem is tépték, de azért egy pár forinttal emelkedik, 0,7%-os pluszban van, 428,5 forinton. Uh-huh. Egyébként a forgalom azért 18 millió forintos volt, tehát nem mondhatnám, hogy mindenki hirtelen rárepült így reggel, pedig tényleg szép számokat és megfelelő növekedésről számoltak be, ráadásul ugye a menedzsment ugye emelte a várakozásait az idei, illetve a középtávra is, hogy egy ilyen felfelé mutató potenciállal javította ugye az 1%-os növekedési célt 21-24-re, úgyhogy mindenképpen minden ok meg lett volna arra, hogy egy kicsit jobban emelkedjen, de úgy tűnik, hogy azért ez még nem elég a befektetőknek azért arra, hogy nagyon rászálljanak. Aztán ugye tegnap osztalékszelvényes MOL papírkereskedés is volt, meg is ütötték az olajrészvényt. Már a magához tért valamennyire? Tehát ez nem megütés, hát ugyanannyi maradt. Igen. Hát ugyanannyi, igen, csak ugye esett igen, az árfolyam. Igen, bocsáss meg. Tehát igen, pont annyival esett körülbelül az árfolyam, igen, az osztalékszelvény levágása volt, ma egyébként 1%-os pluszba 2428 forinton, ugye a tegnapi iránykeresés igazából hívhatjuk így is, most már egy kicsit pluszba váltott, és azért jól tud teljesíteni. Egyébként az OTP is minimális 0,2%-os emelkedés, mint a 16485 forintra, és 8700 Richter, ez 0,7%-os csökkenés. Összességében éppen 50.000 pont alatt vagyunk, 49.970 ponton 0,2%-os pluszba. A kis papírok közül kiemelném egyébként a Waberers, tegnap érkezett rá egy céláremelés, és ma pedig 8,26%-os pluszban van eddig, 175 millió forintos forgalmát is, ugye tegnap is majdnem, sőt, jól hiszem 10% fölött ment, tehát óriási rallyban van éppen a Waberers. Gyakorlatilag ugye ott is pénteken volt gyors jelentés, ami elég pozitív számokat jelentett, és azóta rallizik a részvény. Oké. Forint hogy áll? A forint nem áll túl jól, 355 forintot és 21 pillért kell adni egy euróért, a dollár árfolyama pedig az forinttal szemben 303 forint és 30 pillért. Itt egyébként most ez nem Magyarország specifikus, ez Lengyelországból érkezik a baj, hogy így fogalmazok, ugye ott kormányválság alakult ki a médiatörvénnyel kapcsolatban, és emiatt az zlotyit, illetve pont emiatt a forintot is valamilyen szinten ütik, úgyhogy ez a másfél forintos euróval szembeni gyengülés, ez nagy részt egyébként mondhatnám Lengyelországból importált. Uh-huh. Oké, okay. Lajos, nagyon szépen köszönjük. További szép napot neked is. Szia. Köszönjük, jó kereskedés, szia! Köszi, hello! Török Lajos vezető elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor.